Kultúrösvény mai adásában elsőként Beregszászba látogatunk, ahol a Magyar Népmese napja alkalmából tartottak mesemondó versenyt. Ezután Tisza Péter falvára utazunk, a Kárpátaljai Magyar Folklór Fesztiválra. Majd Husztra visszutunk, ahol részt veszünk a Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek emléket állító Bethlen napon. Végül Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi versmondóval beszélgetünk, aki arról a verszarándoklatáról mesél, melyel a 110 éve született és 75 éve elhunyt Radnóti Miklósnak állít emléket. Tartsanak velünk! A 138 iskolás előadásában hangzottak el magyar népmesék Benedek Elek születésnapján Beregszászban. A Prokultúra Subkarpatika civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pedagógiai és pszichológiai tanszékének közreműködésével negyedszer rendezett mesemondó versenyt, melyre Kárpátalja számos iskolájából érkeztek a jelentkezők. Összesen 6 csoportba zajlott most a verseny. A korosztályok terén tényleg nagyon széles skálán mozogtunk, mert 5 éves jelentkezőnktől egészen 17-18 évesekig voltak versenyzők, aminek nagyon örülünk. Igaz, ez a pont a szélsőségek, ahol a legkevesebb, tehát a kicsiknél és a legnagyobbaknál volt a legkevesebb, de ennek is örülünk, hogy eljöttek, és még nagyokként is vállalják a mesemondást. A versenyzők erre a napra a magyar népmesék gyöngyszemeiből válogattak. Csillagszemű juhász, vége az életennek, de hajott csodát, mikor a nedve meglátta a juhász szemét, rögtön megjuhászkodott. A mese, amit elmondtam, az a csillagszemű juhászról szólt. Azt csinálta a csillagszemű juhász, hogy nem engedelmeskedett a királynak. És miért szeretsz mesét mondani? Apám mindig olvas magyar népmesét este, és ezért nagyon megkedveltem a meséket, és nagyon szeretem nézni őket. Hát, beesteledet jön az az asszony, szalad elejébe a gyerek. Pendelkén, lepiste, azóra, tapus, olyan koszos, mint a föld. Idős gyermekem, ha miről téged, hol van az apád? Ott van, mi benne a kamarába. Megy az asszony kamarába. Hálás ember ott ülik a tojásokon. Egyszer csak megszólal az ember. Kod, 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 kod. Megbolondult mama. Nekem kárnicál. A mesém címe a Mi dolga van egy asszonynak, magyar népmese. És az a tanulsága, hogy az asszonyokat igenis meg kell becsülni, és hogy az emberek ne nézzék le őket a munkájukért. Nagyon fontos, hogy a gyerekek a mesevilágában nőjenek fel, hiszen ez egy olyan álomvilág, ami mindig nekünk megmarad, és ez akármennyire idős is az ember, ez mindig ott van neki. Minden csoportban 3 tagú szakavatott zsűri hallgatta meg és pontozta a gyerekek előadásait. Meseválasztás, előadásmód, a nyelvi eszközök megfelelő használata. Ezeket a kritériumokat igyekeztek a zsűri tagjai szem előtt tartani a verseny során. Óriási dolog a mese, és most ma nagyon boldog vagyok, mert ennyi szép mesét, és így előadva keveset hallottam, csak sajnos ugye a díjazással volt a baj, mert az ember mindenkinek adna díjat, aki ma itt volt, de hát nem lehet. Ez a szabály, hogy 3-nak gyönyörű volt. Remekül rendezett, igazi, boldog vagyok, hogy itt lehettem. Hallgass csak ide, amit jövök haza az erdőből, mit látok az út közepén? Csillagszemű juhász, kiskakas gyémánt félkarajcára, a show ugye nagyon közkedvelt. Nekünk 10 versenyzőnk volt az első korcsoportban. Volt, aki nagyon bátran, nagyon vidáman, volt, aki mesélés közben úgy belegondolt, hogy ott a nagyon vicces történetnések zajlottak és belemosolygott, ezt nagyon tetszett és értékeltük. Voltak, akik egy kicsit izgultak is, de nagyon szép produkciókat hallhattunk.
A versenyt követően a gyerekek Ránki György a Két Bors Ökröcske című zenés mesejátékát tekinthették meg a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában. Gödöllőn és Gödöllő térségében működő szimfonikus zenekar, amelyik az említett város és annak körülötte lévő kisebb településeknek a zenei életét hivatott ellátni. Tehát mi van önálló bérleti sorozatunk, van két ifjúsági sorozatunk, szoktunk Budapesten és másfelé is játszani. Tehát egy általában egy vidéki zenekar élete nagyon színes. Így volt ez most is, hogy most ezt a nagyon kedves kis Ránki darabot ide tudtuk hozni Beregszászra, úgyhogy ez nagy öröm nekünk, és nagyon örültem, hogy a gyerekek ilyen figyelemmel és értő füllel hallgatták. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet igyekszik minden évben több olyan programot szervezni, amely összehozza a kárpátaljai fiatalokat. A Prokultúra Szubkárpátika a kulturális tevékenysége során igyekszik minden korosztályt megszólítani, az óvodásoktól egészen a nyugdíjas korig, és évente két olyan rendezvényünk van, amivel kifejezetten a kárpátai magyar iskolásokat próbáljuk Beregszászba csábítani. Az egyik ilyen a költészetnapi flashmobunk a versetéren, a második pedig a mesemondó versenyünk. A mesék és főként a népmesék azok, amelyek utat mutatnak számunkra, és ugye a mindennapokban is megmutatják azt, hogy hogyan kell, pontosabban hogyan kellene élnünk, amiről mi felnőttek azért hajlamosak vagyunk időnként megfeledkezni, és évente egyszer a gyerekek minket is fölráznak és kizökkentenek a szürke hétköznapokból, és bennünk is felébresztik a bennünk szunnyadó gyermeket. Rohanó világunkban különösen fontos, hogy vannak még olyan gyerekek, akik élvezettel olvassák a meséskönyveket, szívesen hallgatnak és mondanak mesét. Népi kultúrán gazdag világa, nekik köszönhetően még sokáig fennmarad. Nem sokára Tiszapéter falvára utazunk a 29. Kárpátaljai Magyar Folklór Fesztiválra. Díszes viseletek, szép énekszó és gyönyörű táncok. Ez jellemezte a 29. Kárpátaljai Magyar Folklór Fesztivált, amit idén Tiszapéter falván tartottak. A rendezvényt 30 évvel ezelőtt, 1989-ben indították útjára Csapon, és azóta majdnem minden évben megrendezésre került a tájolós fesztivál. Az egyetlen kiesést csak a 2014-es év jelentette, így a fesztivál jövőre jubilál. A jelentőség az, hogy van egy folytonosság, kisebb-nagyobb szünetekkel, de minden esztendőben megtörténik, és ez egy önkéntes, tehát itt mindenki maga érzi annak a szükségességét, hogy az éves fejlődést, esetleg az új ruhát, esetleg az új programot megmutassa mind a szélesebb közönségnek, mind pedig a szakmának, és valószínűleg reméljük már, ha jutunk a 30-ra, akkor ez egy nívót is fog jelenteni. Tehát egy olyan szintet, amely vállalható, és amivel esetleg egy minősítésen is föl tudnak lépni. Nagyon sok kárpátaljai néptánc együttes azért rendelkezik ukrajnai besorolással, tehát népi, kiváló művész együttesek. Ezekhez rengeteg papírmunka kell a tudáson meg a tehetségen kívül is, de ahhoz, hogy ténylegesen a kultúrát megfelelő szinten tudjuk tartani, akkor ezekre is oda kell figyelni. Kárpátalján nem ez az egyetlen nemzetiségi folklórfesztivál, hiszen hasonló rendezvényt tartanak a szlovákok, a románok és a romák is, viszont ez a legpatinánsabb mindközül. Erről már Rezes József, a megyei nemzetiségi és vallási főosztály vezetője beszélt. Nem csak azért, mert a magyarok mi vagyunk nagyobb számmal itt Kárpátalján, de mindenki nagyon jól tudja, hogy a Kárpátalja Magyar Folklórfesztivál az azt jelenti, hogy jókedv, ritmus, tánc, zene, ének, és az embernek, amikor nézi ezeket a szép szerepléseket, akarva-akaratlanul táncra perdül a lába a szék alatt. Az elmúlt esztendőben Palágy Komoróc adott otthont a fesztiválnak, így idén ők adhatták át a stafétát Tiszapéter falvai társaiknak. Nagy öröm volt házigazdának lenni a múlt éven ennek a fantasztikus fesztiválnak, és nagy örömmel érkeztünk ide, mivel minden éven szerintem ez egy csodálatos esemény, ahol a kultúrával foglalkozó csoportok meglátják egymás fejlődését, egymás szép ruháit, egymás fejlődését az évek során. Nagyon fontos szerintem az, hogy a gyerekeknek átadjuk ezt a kultúrát, a mai magyar kultúránkat, ugye a néptáncot, a népdalt és a népzenét kell, hogy lássák és hallják egymástól, és átadják egymásnak a saját tapasztalataikat. Bár a fesztivál 30 éve van úton, mégis mindig megújul.
Évről évre fiatalok százai mutathatják meg a népzene, tánc és ének terén szerzett tudásukat. Meg is tetszett, hogy sokan jártak az osztályból is, és utána meg már elkezdtünk mindenhová járni, és megjött az új táncelés, és akkor még jobban tetszett. Sok barátot találtam, meg hát mulatunk csomót. A nyáron egy csomó helyen voltunk fellépni, és hát voltunk Badalóba is. A fesztivál remek lehetőséget biztosított az együttesek számára, hogy megismerkedhessenek egymással, továbbá arra, hogy megcsodálhassák egymás viseleteit, amelyek nagy része az elmúlt időszakban újult meg a magyar kormány Csóri Sándor programjának köszönhetően. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tiszteletére szerveztek nagyszabású fesztiválnapot Huszton, ahová nem sokára mi is ellátogatunk. Ma Bethlenre emlékezünk. Arra a fejedelemre, amely Erdélyt meg tudta tartani és felemelni, és emlékezünk Erdély aranykorára. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tiszteletére szerveztek fesztiválnapot Huszton. A rendezvényt a történelem felelebenítésére, a magyar kultúra és hagyományok népszerűsítésére a Prokultúra Subkarpatika civil szervezet hívta életre. A Bethlen nap református istentisztelettel kezdődött, majd a Bethlen család kopjafáinak koszorúzására került sor. Orosz Ildikó, a Prokultúra Subkarpatika elnöke elmondta, azért is tartották fontosnak a Bethlen napi fesztivál szervezését itt Huszton, hogy ezáltal is elősegítsék az identitás megőrzését Máramarosban. 44 után itt a magyaroknak nagyon kevés szellemi tér maradt. Megindult a tanítóképző, de átvitték Munkácsra, mert nem volt gyakorló iskolája. Az itteni magyarságnak nem nyitottak magyar iskolát, majd csak a KMKS kezdeményezésére a 2000-es évek elején, és bizony itt sokan néha féltek is magyarul beszélni, és a magyar történelemről a közösség csak a templomokban hallott, ott volt az egyháznak egy megtartó ereje, és úgy gondoltuk, hogy ki kell vinni a magyar szellemiséget a templomból, egy olyan városba, ahol született Kölcsei Husz című verse, amely történelmileg meghatározta a magyar közösséget, és a Prokultúra Subkarpatika ezért úgy döntött, hogy itt is tart a nemzeti múltunkat megelevenítő fesztivált, ami egy új formája a tudatformálásnak a 21. században. Én, Bethlen Gábor, Erdélynek választott fejedelme, esküszöm az élő Istenre, hogy birodalmamban, országomban lévő urakat, vitézeket, nemeseket, a székelységet, a mezővárosokat, és minden nemzetséget és vallási státusukat megtartom. A Bethlen napon minden évben a történelmet is felelevenítik. A Salánki Hagyományőrző Egyesület tagjai az erdélyi fejedelem Husztivárba való megérkezését és bizonyságtételét vitték színpadra. Második éve vagyok része ennek a mozgalomnak, és ugye második éve az, hogy járjuk a megyénket, és ilyen hagyományőrző rendezvényeken veszünk részt. Ma az a jelenet, amit színpadra vittünk, az egy bizonyságtétel volt, egy eskütétel Bethlen részéről, hogy felesküszik arra, hogy megvédi ezt a megyét, megvédi ezt a várost. A színvonalas előadások mellett a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol különböző régi mesterségeket vagy épp modern alkotási technikákat sajátíthattak el. Megismerkedhettek többek között a harisnyavirág készítésével. Éppen harisnyavirágot készítünk, és mint látható, gyerekek és felnőttek egyöntetően nagy örömmel készítik, és élvezik is készíteni. Hát az alapanyag ugye az drót és harisnya, mint a nevében is benne van. Nincs korhoz kötve, elkészítheti bárki 0-tól 99 éves korig, és élvezettel készítik is. És örülnek főleg annak, hogy ugye amit elkészítenek, azt haza is tudják vinni. A felnőttek a magyar gasztronómia különlegességeit kóstolhatták. Érdemes volt kiállni a kürtős kalács árus előtti sort, hiszen aki kitartó volt, egy igazi erdélyi édességet kóstolhatott meg. Kürtős kalács készül, eredeti erdélyi recept szerint. A tésztának semmi, tehát különösebb titka nincsen, azt szoktuk mondani, hogy a jó liszt és a sok-sok szeretet belegyúrva. Tehát én Erdélyben voltam 3 hónapot, nekem a férjem odavaló, és ott tanultuk ezt az eredeti, az igazi receptet.
A huszti családok többsége vegyes házasságban él, de a gyermekek beszélik mind a magyar, mind a ruszin vagy ukrán nyelvet. Így az ő számukra azért volt különleges ez a nap, mert a magyar kultúra és hagyományok népszerűsítése mellett egyben a közösségépítésről is szólt. A gyerekek nagyon élvezik, ez egy ilyen közösségépítő rendezvény. Itt minden össze van folyva, az összes vegyes kultúrák, ha látjuk a sátrakba, kiárusítások, kirakatok, gyerekekkel foglalkoznak, ez egy ilyen történelmi esemény. Magyar családban élünk, a gyerekeket megtanultuk magyarul beszélni, magyar iskolába jártak. A nagyobbik gyerekek magyarban tanultak Debrecenben. Nagyon szeretem a magyar zenét, az gyerekkorból nagyon szeretem is, és nagyon jól élvezem ezt az ünnepség, már 7. éve már itt vagyunk, a családdal, a gyerekekkel, az unokákkal, és nagyon jól érzik magát. A Betlen nap tehát a család, a magyar történelem és hagyományok megélésének ünnepe Huszton. A helyi, több nemzetiségű közösség örül az együtt töltött minőségi időnek, a jóízű magyar ételeknek, és együtt élvezi a magyar, ruszin, ukrán dalokat, énekeket. Három ország mintegy 100 településén lépett fel Tóth Péter Lóránt a Lélek vagyok, élni szeretnék című monodrámájának előadásával a Radnóti Miklósnak emléket állító verszarándoklatán. Erről az útról mesél hamarosan a Versvándor. A kultúrösvény mai vendége Tóth Péter Lóránt, Radnóti és Latinovics díjas versmondó. Köszöntöm itt a TV21 Ungvár stúdiójában. Én is üdvözlöm a nézőket. Ön évek óta járja a Kárpát-medencét azzal a szándékkal, hogy a magyar irodalom és történelem nagyjait elvigye egy-egy előadás erejéig az emberekhez. Honnan jött ez a misszió az ön életébe? Hát a gyerekkoromban egészen 14 éves koromig mondtam aktívan verseket. Aztán egész más fordulatot vett az én életem. Verseket már nem mondtam, hanem a sport felé kezdtem el orientálódni, a kosárlabda felé, így lettem aztán testnevelőtanár. A versektől én nem szakadtam el, mert így saját keftelésemre tanultam én magamnak verseket, csak közönség elé már nem álltam ki. De 2008-ra aztán összejött annyi József Attila vers, egy 20-25 vers, ami után úgy éreztem, hogy én ezeket el szeretném mondani, hogy ki akarok újraállni a közönség elé. És akkor ez 2008. decemberében megtörtént, és tulajdonképpen hát visszaszippantott a színpad, újra elkezdtem járni versmondó versenyekre, elkészültek az első előadásaim, és nagyon sokáig, hát legalább 7 évig párhuzamosan ment az én életem a tanári pályám, mert ugye én testnevelő és történelemszakos tanár vagyok egyébként, a tanári pályám a versmondó pályámmal, míg nem aztán úgy döntöttem 2015 őszére, hogy egy életem, egy halálom, ott hagyom a tanítást, 12 év végén tanítottam, és egy akkor nagyon bizonytalan, de nagyon szépnek ígérkező útra léptem, mert én csak a versmondással és ezekkel a rendhagyó irodalomóráknak a megtartásával szerettem volna foglalkozni, és akkor tanítást ott hagytam, és hát nyakamba vettem a Kárpát-medencét, úgyhogy most egyestől az 5. tanévemet kezdtem meg úgy, hogy járom a Kárpát-medencét, a diaszporát ezekkel az előadásokkal. Nemrég pedig egy verszarándoklatot valósított meg. Bortólabdáig ugye végig ment az erőltetett menet útján, a Radnóti utolsó útján. Mi vitte erre az útra? Hát egy pillanat erejéig megint csak vissza kell mennem az általános iskolás időszakomba, hiszen volt akkor nekem ott egy nagyon kedves magyar tanárom, Bőri Szabolcs, aki az egyik órán a kezembe adta a Borinot, ezt a kis fekete füzetet, amiben Radnóti Miklós az utolsó verseit megírta. És engem rögtön megfogott és megragadott ennek a költőnek az élete. Egyáltalán az, hogy abban a földi pokolban, amiben ő élt, hogyan tudott egyáltalán verseket írni, hogyan tudta megírni a világ irodalomnak a legszebb verseit, és akkor ilyen fiatal, lelkes gyerekként én eldöntöttem, ilyen nagy világ megváltó gondolattal, hogy majd egyszer végigjárom ezt az utat. És aztán persze aztán ez így elmúlt egy kicsit ez a gondolat, majd aztán egy pár évvel ezelőtt újra visszajött, és hát a Jóisten most adta meg azt a lehetőséget, hogy ugye idén született 110 éve Radnóti, és 75 éve halt meg, és hogy ezen az úton én augusztus 31-én elindulhassak, hogy aztán szeptember 24-én Abdára érjek.
Ezen az úton ugye sorba három országon átívelő volt ez az út. Lélek vagyok, élni szeretnék című előadásával szerepelt az ottani közönségnek. Hogy fogadták ezt az előadást, és hány előadást tartott út közben? Igen, hát maga az út 850 kilométer volt, én ebből 700 kilométert tettem meg gyalogosan, és 150-et pedig vonaton, hiszen Radnótiékat Mohács és Szentkirály Szabadja között szintén vonatokra tették, marhavagonokra. Úgy gondoltam, hogy ezt az utat én is vonattal teszem meg, és nagyon fontos volt számomra az, mielőtt elindultam, hogy ne csak egy egyszemélyes út legyen, hogy én ezt végigjárom, hanem ahol magyarok laknak, azokon a településeken megemlékezzünk Radnótiról. Úgyhogy én összeállítottam, tehát pontosan megvan ennek az útnak a pontos menetrendje, hogy ők merre mentek. Ezt én végigkövettem a térképen, és megkerestem a helyi magyar közösségeket, és felajánlottam nekik azt, hogy vagy az én az ön által említett előadásomat bemutatom, de amit én jobban szerettem volna, és ez így is sikerült, hogy közösen megemlékezzünk. És rengeteg olyan település volt, ahol iskolások készültek műsorral, helyi énekkarok, én is elmondtam egy pár verset, és amit nagyon fontosnak találtam az úton, és a hál' Istennek sikerült is a végig tartani, hogy a halottak útját, mert azért azt ne felejtsük el, hogy Bortól Abdáig, ugye elindul 3200 ember, ennek a menetnek a tagja Radnóti is, és amíg Abdáig érnek, addig ebből 1500 embert megölnek. Tehát ez az út, ez tele volt a halottakkal végig, de én szerettem volna 75 év távlatából egyrészt emlékezni rájuk, egyfajta feloldozást adni ezeknek a szerencsétleneknek, ezért is szerettem volna zarándoklatot járni az ő lelkükért, és élettel megtölteni az utat. És hál' Istennek, hogy ez sikerült. Hazatérve, ugye a verszarándoklatból Kunszent Miklósra már készülődött, ha jól tudom, ide Kárpátaljára. Sok helyen olvastam, hogy Kárpátalja a szíve csücske. Igen. Mikor járt először Kárpátalján, és hogy lett ez a kötődés Kárpátalja iránt? Hát én Kárpátalján 2011. április 11-én a költészet napján jártam, akkor léptünk föl a Beregszászi Színházba Bődi Szabolcssal, akit már említettem, hiszen ővele egy Radnóti Miklós előadásnak a kapcsán jártunk ott, az Égre írja minden összetört címmel. És hát úgy vagyok Kárpátaljával, tudja, hogyha ha megnézzük a Kárpát-medencét, ezt a határokkal szétszabdalt gyönyörű vidéket, ugye Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, a drávaszögi magyarok, és hát ugye Magyarország úgy középen, akkor ez olyan, mint egy nagy család. És Kárpátalja a legkisebb gyerek. Én úgy tekintek rá, hiszen ugye, ha úgy nézzük, akkor itt élnek arányaiban a legkevesebb magyar itt él a Kárpát-merencébe. És azt gondolom, hogy mint egy családban a legkisebb gyerekre arra igen oda kell figyelni, hogy a legkisebb gyereket kell, hogy ő mindig jó legyen, hogy mindig erősíteni, meg támogatni, legjobban kell babusgatni, vagy szeretgetni. Na most én amennyit tudok tenni, az csak annyi, hogy ezeket az előadásokat elhozom, ezekkel az irodalmi előadásokkal megszólítom itt a diákokat, felnőtteket, és én a magam részéről így tudok figyelni erre a legkisebb testvére, aki pedig azt gondolom, nagyon, nagyon hasonló gondolkodású és fölfogású emberekkel találkoztam itt, mint amilyennek én is vallom magam, és azt gondolom, hogy Kárpátaljára nagyon-nagyon oda kell figyelni. Én nagyon-nagyon szeretek itt lenni, és talán bátran mondhatom, hogy engem is megszerettek az itteniek, és tényleg szinte családtagként számítok sok-sok településen és sok-sok helyen, és ez egy olyan kincs, ami hát ez semmivel föl nem érhető, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy így alakult. Volt egy célkitűzése, hogy 2020-ig bejárja Kárpátalja minden magyar települését egy-egy előadás erejéig. Hol tart most ez a dolog? Hát igen. Most ez úgy áll ez a dolog, hogy ha jól tudom, akkor 90 vagy 100, lehet, hogy 100 olyan település van, ahol még magyar közösség működik és van. Hát én körülbelül most 65 kárpátaljai településen jártam, 200-250 előadással. Úgyhogy tulajdonképpen 2020 év végéig még az a 35 még hozható is. De ha meg nem így történik, akkor majd később
fogom ezt teljesíteni, de minden esetre szeretnék minél több olyan helyre eljutni, ahová esetleg nem jutnak el különben a versek, vagy a kultúra, vagy az irodalom. Én nagyon szeretek szórványba menni, és nagyon nagy örömmel vagyok ott is, ahol csak mondjuk 10 vagy 15-en tudnak eljönni egy előadást meghallgatni. Tóth Péter Lóránt köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, további sok sikert kívánunk, és várjuk szeretettel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Ne feledjék, kultúrösvény minden második vasárnap a TV21 Ungvár csatornán.